A paksi beruházás környékén lévő települések polgármesterei kaptak tájékoztatást a társadalmi tanács szervezésében a beruházás jelenlegi helyzetéről és a 2020-as feladatokról. Nidler István kommunikációs igazgató azt mondta, lakossági fórumokat szerveznek szerte az országban annak érdekében, hogy mindenki pontos és hiteles tájékoztatáshoz juthasson az atomerőmű építkezésének helyzetéről és folyamatáról. Süli János miniszter arról szólt, 2020 végére minden engedély rendelkezésre állhat a beruházás megkezdéséhez. Beadott engedélykérelemet követő 3 hónap után be fogjuk adni a földmunkákra vonatkozó terveket, engedélyeket. Szeretnénk arra 60 plusz 30 napja van a hatóságnak, tehát azt jelenti, hogy 20 végére, ha minden flottul megy, akkor meg kell kapnunk a gödörásásnak, talajmegerősítésre és falnak a engedélykérelmét, és akkor tudjuk hamarabb, hisz a eredeti tervek szerint az 21. szeptember 30-án lett volna módunk, hogyha a végleges engedély, létesítési engedély kezünkben van. 119 létesítményt kell megépíteni, ebből 80 épület, iroda, konyha és más kiszolgáló egységek. Ezek létesítésére szóló engedélykérelmeket is be kell nyújtani a hatóságoknak. Ezeket is a műtárgyakat, épületeket ugyanolyan hatósági, elég szigorú engedélyezési feltételeken kell átvinni. Ebben is rengeteg munka lesz, mert azt gondoljuk, hogy itt a első negyed év vége körül be fogunk minimum 30 épületre vonatkozó engedélykérelmet adni a hatóságnak. A beruházáshoz kapcsolódóan külső úthálózat fejlesztésről is szó esett. A terveknek megfelelően Németkért, Cece Nagydolog, Sárszentlődinc és Simontornya, valamint Madocsa, Bölcske, Fad, Tolna, Szekszárd útvonalon várhatóak útfejlesztések. A beruházás végleges engedélyezése 2021. szeptemberében lehet a terveknek és az ütemezésnek megfelelően, mondta a miniszter.